Soron következő feladataikra készülnek a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 16 évesei. A fehérváriakra január 31-e és február 3-a között olyan élmény vár, amelyet vélhetően sokáig emlegetnek majd, hiszen hazai pályán a Fehérváron rendezendő utánpótlás tornán a Real Madrid, a Bayern München, a Cibona Zágreb, a Zombor, az Olimpia Ljubljana, az Alicante és a magyar kadett válogatott ellen lépnek pályára. Mindenképpen egy nagy élmény lesz számunkra, hogy egy ilyen csapattal, meg ilyen csapatokkal játszhatunk, akik a tornára eljön. És azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tanulni ezen a mérkőzéseken, amit a későbbiekben kamatoztatnak majd a gyerekek, meg mi is, edzők, és talán még a bajnokságra és a játékosok, a mi játékosaink egész pályafutására egy lehet kimenetele, meg mindenképpen egy olyan emlék lesz, azt gondolom, hogy itt lesznek olyan játékosok, akiket szerintem fogunk látni majd a közeljövőben, akár válogatottban, vagy akár olyan klubcsapatokban, amiket idáig csak tévén láttunk. A fehérvári utánpótlás tornán tehát vélhetően láthatunk néhányat a közeljövő nagy európai kosársztárjaiból is. A kérdés, hogy a fehérvári csapatban vannak-e, akik a magyar kosárlabda meghatározó alakjai lehetnek majd? Vannak a csapatban olyanok, akik korosztályos válogatottnál válogatottban játszanak, a 98-es és a 97-es válogatottban. Szerencsére nem egy, nem kettő. Reménykedünk. Aztán majd a munka eldönti. A tornát a Vodafone Sportcentrumban rendezik.